Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 17-éig. A nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Kinyitod a szemedet, valamit megismersz, látod az igazságot, és ez szerencsét hoz számodra. A téli hónapokban voltak gondok, problémák, nehézségek, itt látható a hamisság, ezek lehetnek negatív gondolatok vagy negatív érzelmek, de jelenthet egy hamis szemét is. Ez lezárul, hiszen a kezedbe veszed ezt a kulcsot, és lezárod ezt a kaput, lezárod ezeket az emlékeket, vagy ezt a kapcsolatot. Mivel itt megjelenik a koporsó, ez lehet egy örökösödési ügy is, hogy valaki megpróbált becsapni téged. De a koporsó jelent régi témákat, vagy lezár valamit, ugyanúgy, ahogy a kulcs segít ebben lezárni ezeket a dolgokat. Itt lesznek fontos döntések, kapcsolatok, erre utal itt ez a kereszt. Ez jelenthet tulajdonképpen vallási témákat is, a hitedet, de azt is, amikor a sors utatok kereszteződik, és ez lehet egy találkozás. Amit ez a kép, tehát ez a kereszt még jelent, hogy te elérkezel most az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Tehát döntésekről van szó. Itt szerencse lesz, hiszen a négy levelű lóhere szerencsét hoz, ugyanúgy, mint ahogy a csillagképek szintén szerencsét hoznak. Ez a csillagkép jelenthet asztrológiát, vagy egy spirituális területet is, és ez a levél utal akkor szerződésekre, vagy egy jó hírre. A levél az jelenthet kártyavetést is. Én ezt a kártyát ezzel hozom összefüggésbe, mert a levélnek olyan a formája, mint a kártyáknak, tehát asztrológia és kártyavetés. Itt alatta megjelenik ez a horgony, és az jelenti azt, hogy itt le tudsz horgonyozni, de szimbolizálja a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy ezen a területen fogsz dolgozni, és itt kiépítesz valamit. Ez a torony jelent még korlátozásokat is, de szerencsére itt egy vonalban megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Ezt a nyugalmas állapotot, ezt a szünetet el tudják az egerek távolítani. Az egerek eltávolítják a tornyot, hiszen egy vonalban vannak a toronnyal. Ezek a korlátozások, ezek lehetnek hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy is, de mivel itt megjelenik ez a horgony, és utalhat a munkádra, ez lehet egy munkahelyi változás is. Amit az egerek még el tudnak távolítani, ez a mackó, ami jelenti az erődet, az lehet, hogy fáradt vagy kimerült. Amire számíthatsz, hogy itt lesz egy új kezdet, mert a gyermekek új kezdetet szimbolizálnak. És itt van ez a park, jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket, és ez összefüggésben áll a munkáddal, a hivatásoddal. Az egerek eltávolítják ezt a tornyot, lezárnak bizonyos hivatalos dolgokat is. Ez a lovas férfi jelenthet valakit, aki belép az életedbe, tehát lesz itt egy új kapcsolat, ismerkedés.
Ez a hirtelen jön, amikor nem számítasz rá, ezt jelenti itt a kasza. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy a te lelki társad mozgásba jön, keresi a kapcsolatot veled, lesz egy kellemes meglepetés, amit még jelenthet ez a kártya, minden, ami mozog. Autó, oda sport. Azért a sportnál légy óvatos, mert a kasza jelenthet balesetet is. Ami viszont az autót illeti, itt látható a hegy, a nehézségek, a problémák, az lehet egy autó reparatúr is. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, és légy magabiztos. Te hozol itt fontos döntéseket, hiszen itt a kereszt azt mutatja, hogy lesz egy új irány, és megvan a hited, megvan nálad ez a bizalom. Itt egy sorban van ezzel a kártyával, ami jelenti a lilium virágot, és az utal a tisztaságra, hogy itt rendeződik valami, tisztázódik valami. Ez a kártya jelenti a szexuális kapcsolatokat is, és ha ő, a te lelki társad közeledik hozzád, megvan itt a mozgás, a kasza elvágja a hamisságokat, a nehézségeket a múltból, és keresi ő veled a kapcsolatot, itt a nap is arra utal, hogy tisztázni szeretne veled valamit, ami a múltban történt, és itt lesz egy testi közeledés is, minden esetre ez az ő szándéka, és a gyermek utal itt egy új kezdetre, és ez a kártya, a park jelenti a nyilvánosságot, és jelenti az elismeréseket is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.